Megyei egyesületet szeretnének alakítani a biogazdák. A szervezet létrehozásának lehetőségeiről Nagykállóban tárgyaltak azok a gazdák, akik vegyszerek nélkül folytatnak mezőgazdasági tevékenységet. A megyei egyesület létrehozásának célja, hogy legyen egy olyan szervezet, amely aktívan képviseli a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei biogazdák érdekeit. A térségben működik ugyan egy hasonló szervezet, de az Észak-Magyarországi Biokultúra Egyesület 3 különböző megyét képvisel. Így a Szabolcs megyei gazdák úgy érzik, egy ilyen nagy területet közrefogó egyesületnél nehéz mindenkinek egyformán érvényesülnie. Vagyunk a megyében közel 150 olyan gazdálkodó, aki biotermesztéssel foglalkozik, és gyakorlatilag ennek az ember tömegnek egy része semmiféle szerveződésben nincs benne. És odáig jutott most már a világ, hogy meg kell szervezni saját magunkat, össze kell fognunk, össze kell hozzuk az érdekeinket, és közösen keresni olyan lehetőséget, amit ő mindannyiunknak jobb lesz. És most ennek lenne itt az első fordulója, hogy akit megtaláltunk, megszólítottunk, mert sajnos nem is ismerjük igazán egymást a megyébe, hát ezen is változtassunk, és akkor most úgymond megbeszéljük közös dolgainkat, hogy na, van egy elképzelés, hogy mit szeretnénk megvalósítani, ehhez kikérjük a többi ember véleményét, és ha egy olyan szintre jut ez a megbeszélés, hogy azt mondjuk, hogy na akkor ezt érdemes továbbvinni, akkor ezt jogilag is továbbvive már egy megyei egyesületet akarnánk létrehozni. Egy olyan egyesületet álmodtunk itt meg, amelyik szolgáltat a tagjainak, és olyan szolgáltatásokat fog tudni nyújtani, amire szükségünk van. És a legelső az a piac. Az, hogy amit megtermelünk, azt el tudjuk adni. Nem rekordáron akarunk értékesíteni, tisztességes áron. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy az érdekeink valahol képviselve legyenek. Szükségünk van arra, hogy a felmerülő szakmai problémáinkhoz tudjuk, hogy kihez tudunk fordulni segítségért. Nagy szükség van arra, hogy a input anyagaink beszerzéséhez, ha összefogunk is, olcsóbban juthatunk hozzá. Tehát nagyon-nagyon nagy lehetőségek vannak abban, hogy mostan egy olyan szervezetet hozzunk létre, amelyikből lehet profitálni. Marján Zoltán ezeken kívül elmondta, aki biotermesztéssel foglalkozik, nem az a fő problémája, mint a többi gazdálkodónak, például, hogy mivel permetezzen. Másképp látják a világot, s úgy szeretnének gazdálkodni, hogy ne okozzanak kárt a természetben. Legnagyobb problémájuk, hogy nagyon nehéz a piacra jutás, és mivel szervezetlenül működnek, árujuk bizonyos része nem is bioként kerül a boltok polcaira. Ezeknek a problémáknak a megoldására az egyesület létrehozása lehet az egyik megoldás. Szerintem nem csak a városunknak, hanem az egész megyének, az egész országnak fontos lenne. Azt gondolom, hogy a biogazdaságok különösen egy olyan hozzáadott értéket termelő vállalkozások, amik nem csak a saját hasznuk szempontjából dolgoznak magas hozzáadott értékkel, hanem az emberek számára is. Mindenkinek nagyon fontos az, hogy egészséges élelmiszert tudjon fogyasztani, illetve a biogazdaságok rendszerint intenzívebb kultúrákkal dolgoznak, így több embert foglalkoztatnak. Ez pedig egy különös megtiszteltetés, hogy olyan aktív gazdálkodók vannak a városunkban, mint Marján Zoli vagy Donka Gyuri bácsi, akik foglalkoznak akár megyei szinten is a biogazdálkodással. A megbeszélésen a megjelent biogazdák és az érdeklődők arról tanácskoztak, hogy milyen feltételekkel hozhatnák létre az egyesületet. A szervezet elsődleges feladata az lenne, hogy segítsen a gazdáknak termékeiket megfelelő piacon és megfelelő áron eljuttatni a vásárlókhoz.